Újpesten nevelkedett Szalai Ádámmal együtt, majd az Aston Villa Akadémiája következett. Anglia után Németország, Aachen, Mainz, a Greuther-Fürth, amelyen legutóbb osztályozót vívott a Hamburg ellen. Ugyan a HSV maradt a Bundesliga 1-ben, Stieber Zoltánt viszont 3 évre leigazolta a meggyőztes klub. A villámgyors magyar szélső újabb szintugrásáról beszélgetünk vele Skype kapcsolaton keresztül. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És először is gratulálok a szerződéshez, és tisztázzuk, hogy nem a harci vagy a tábori körülmények azért vannak, mert most már az edzőtáborban vagy a magyar válogatottnál, és nem akarod felébreszteni a társat, igaz? Hát így van, én is köszöntök mindenkit. Így van, azért jöttem most be ide a fürdőszobába, mert még Korcsmár Zsolti barátom még azt hiszem, hogy alszik, és nem szeretném felébreszteni. Nagyon becsületes hozzáállás ez egy szobatárstól. Azt mondd meg, hogy mennyire örülsz annak, hogy a német futballban maradsz, és egy szinttel feljebb, tehát hogy maradsz Németországban? Hát nagyon boldog vagyok, mert úgy gondolom, hogy megtaláltam a számításaimat az utóbbi pár évben, úgyhogy mindenképpen emiatt nagyon elégedett vagyok, hogy még 3 évig Németországban tudok maradni biztosan. Amikor a Fürthnek nem sikerült a feljutás, hiszen éppen a Hamburg ellen játszottatok osztályozót, akkor mennyire voltál csalódott, és mit tudtál a lehetséges folytatásról? Akkor azokon a meccseken vagy, illetve a meccs után? Hát konkrétan én nagyon csalódott voltam, személy szerint nagyon csalódott voltam a meccs után. Ugye ez egy vasárnapi nap volt, a második mérkőzést vasárnap játszottuk, és rögtön mondjuk hétfőn már én megtudtam, hogy a Hamburg érdeklődik, de vasárnap én nagyon el voltam kenődve. Ugye mindenképpen az volt a célunk, hogy a Fürth eljussunk fel, és ez lett volna nagyon nagy dolog, hogyha ez sikerül is. Sajnos ez nem jött össze, de személy szerint én ugye fel tudtam kerülni az első osztályba, úgymond még egyszer, vagy hát megint. Emiatt viszont nagyon elégedett vagyok, úgyhogy ez most ilyen boldogság és elégedettség érzést ér számomra. Aha, na most, mert ugye ezeknek az osztályozós meccseknek te voltál a legjobbja, és nem tudom, hogy ilyenkor, amellett, hogy persze a csapatnak akkor nem sikerült a feljutás, az megfordult a fejedbe, hogy viszont ezt nagyon sokan nézik, és nagyon sokan felfigyelhetnek, mint ahogy ki is derült, fel is figyeltek a kiváló teljesítményedre. Hát természetesen ezt azért tudtuk, hogy ezeket a mérkőzéseket nagyon sokan nézik, nem csak a két csapat vezetői, szurkolói, hanem akár adott esetben más csapatok is, más Bundesliga csapatok is. Úgyhogy ezzel tisztában voltunk, de hát ugye egy ilyen mérkőzésen, ilyen két fontos mérkőzésen a játékos úgy gondolom, hogy nem csak ezzel foglalkozik, vagy nem ez az elsődleges problémája. Igazából én sem voltam ezzel, másképp nem is foglalkoztam egyelőre ezzel, vagy hát a meccs előtt legalábbis. Úgyhogy az volt a célunk, hogy sikerüljön a feljutás. Ez volt ugye az A variáció, mm-hmm. és hát adott esetben ugye a B variáció lépett életbe, mert ugye sajnos nem a Fürthtel sikerült visszakerülnem az első osztályba, hanem ugye kivásárolt a Hamburg a szerződésemből. Na most a hamburgiak mit mondtak neked, hogy elsősorban a két mérkőzésen mutatott játék miatt hívtak, vagy azért már régebb óta is figyeltek téged? Hát igazából ugye a hamburgiakkal nem beszéltem erről. Többen mondták, hogy konkrétan a menedzserem is, hogy figyeltek már régebb óta. Ugye én már 5 éve Németországban játszom, úgyhogy ilyenkor azért a többi csapat is feltérképezi a játékosokat, szóval én úgy gondolom, hogy tisztában voltak a képességeimmel, viszont az utolsó lökés szerintem ezen a két meccsen mutatott teljesítményemmel tudtam úgymond elérni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az volt az utolsó lökés, hogy tényleg jól ment a játék ezen a két meccsen. Zoli, a nagy kérdés, be fogsz-e férni a kezdőbe? Hát ez lesz mindenképpen a célom. Aha. Nem is lehet más, ugye? Nagyon remélem, én meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Szerintem egy új csapatot fognak építeni most
az idei szezon után, mert hát az tény, hogy ugye az nem sikerült túl jól a csapat számára, mert azért egy nagyon nagy patinás csapatról van szó, aki nem engedhet még egyszer meg magának egy ilyen szezont, úgyhogy én úgy gondolom, hogy meglesznek a megfelelő erősítések, játékos mozgások, és hát nagyon remélem, hogy én is segíthetem majd a csapatot egy eredményes szezon elérésében. Hát akkor alig, ha számítasz arra, és nem hiszem, hogy bárki arra számítana, hogy jövőre is kiesés ellen küzd majd ez a nagy múltú meggyőztes csapat. Hadd idézem Oliver Kreiser sportigazgatót a Hamburger SV-tól. Zoltán agilis, technikás, gyors játékos, ugye ezt tudjuk rólad, ez egy nagyon szép dicséret. Azt mondnak, hogy miben szeretnél fejlődni a Hamburgnál? Hát úgy gondolom, hogy még nagyon, nagyon sok mindenben fejlődnöm kell, és tudok is majd fejlődni. Most 25 éves vagyok, úgyhogy még szerintem a legjobb korban vagyok most egy ilyen váltáshoz, egy ilyen nagy ugráshoz. Úgyhogy tényleg minden téren szeretnék még fejlődni. Nagyon sok tapasztalatot szereztem az utóbbi 5 évben itt, ugye Németországban. Ezek mindenképpen segíteni fogják majd a beilleszkedéseimet is egy ilyen nagy múltú csapathoz. Úgyhogy még egyszer mondom, szerintem mindenben tudok még fejlődni, és nagyon remélem, hogy egy nagyon szép karrier vár még rám a jövőben. Zoli, tesód is váltás előtt áll, ő nem fog az Aston Villában maradni, ugye mind a ketten megfordultatok, eldőlt már, hogy ő hol folytatja? Még nem dőlt el neki sajnos a sorsa. Elsősorban szeretne ő is külföldön maradni, de hogyha az nem sikerül, akkor meghallgatja majd a magyar ajánlatokat is. Egyelőre nem tudok konkrét ajánlatról, úgyhogy azon dolgoznak most, hogy legyenek konkrét ajánlatok, és akkor majd el tudja dönteni, hogy hogyan tovább. Mit gondolsz, ez az átigazolás, a mostani szerződésed mennyiben fog téged stabillá tenni a magyar válogatottnál? Ugye most is itthon készülsz velük. Hát nagyon remélem, ugye nekem mindig is nagy álmom volt, hogy tényleg a magyar válogatottban pályára léphessek. Ez ugye egyelőre háromszor sikerült. Többször voltam ugye itt a keretben, de ez a szám, ugye ez a hármas szám, ez nem egy óriási szám ahhoz képest, hogy jó vagyok például a külföldön, de most ezzel leszek, hogy tényleg a jövőben minél több meccsen pályára tudjak lépni. Úgy gondolom, hogy a hamburgi szerződésem is segíteni fog majd, és talán nagyobb eséllyel fogok lehetőséget kapni a kapitánytól. De tényleg még egyszer mondom, nagyon remélem, hogy minél hamarabb be tudom magam verekedni a csapatba, és ugye minél többször majd pályára húzhassam ugye a magyar válogatottnak a mezét, mert azért mégiscsak a hazánkat képviseljük, és nekem ez mindenképpen szívügyem, úgyhogy nagyon, nagyon remélem, hogy minél többször. Zoli, azt mondd meg végül, hogy látva az alakuló Pintér Attila féle válogatottat, ebben amit ez a válogatott akar játszani, ebben a játékrendben, stílusban, te mivel tudsz leginkább majd hozzájárulni a sikerhez? Hát úgy gondolom, hogy ugye két szélén leszek majd bevethető, ugye nagyon nagy változásokat nem lehet ilyen téren megcsinálni. Ugye a posztom ez a két pozíció, amiben ugye én jó teljesítményre vagyok képes. Igazából majd a mester eldönti, hogy én miben tudok a csapat segítségére lenni. Amit az előbb említettél ugye még az interjú elején, hogy tényleg azok a dolgok, amiket ugye a sportigazgató is mondott rólam, azok az én erősségeim. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezeket tudom majd a válogatottban is úgymond használni, és ezekkel a dolgokkal majd segítségére lehetek a csapatnak. Zoli, ehhez jó munkát és sok sikert neked. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor elengedünk, hogy óvatosan lábújegyen vissza tudjál Korsmár Zsolt mellé menni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia! Köszönöm én is. Sziasztok!